Kihajtja a lábait, megfordítja, és már használható is a tábori ágy. Orosvári Zsolt, az Ágyakat az anyukáknak elnevezésű adománygyűjtés kezdeményezője, 5 ilyen tábori ágyat hozott a János Kórház koraszülött osztályának. Ez az utolsó állomások egyike. Ez az a novemberi Facebook poszt, amivel a sárbogárdi apuka adománygyűjtésbe kezdett, miután kislánya kórházi kezelésekor azzal szembesült, sok hozzátartozó kénytelen a földön aludni, ha bent akar maradni gyerekével a kórházban. 4 millió 800 ezer forintnyi adomány folyt be körülbelül a mai napig. Ennek nagy részét már el is költöttük, és az ágyakat pedig országos szinten sikerült eljuttatnunk azokhoz az intézményekhez, amelyek igényt tartottak rá, és amelyek befogadták ezt az adományt. Az Anyák az Anyákért Alapítvánnyal közösen több mint 30 intézményben 350 ágyat osztottak szét. Ezek a fotók még korábban készültek a budapesti Heimpál kórházban. Jól látszik, a szülők a kis ágyak mellett a földön aludtak. Ezeket a fotókat pedig már az adományokat gyűjtő apukának küldték szülők más kórházakból, ahol szintén a földön voltak kénytelenek aludni. Az ombudsmani hivatalnál többen is panaszt tettek. Volt, aki azt kifogásolta, hogy nincs fekvőhelyük a beteg gyerekekkel bent maradó szülőknek, más pedig azt, hogy ha van, fizetni kell érte a kórházaknak. Székely László ombudsman tavaly decemberben tette közé jelentését, amelyben megállapította, hogy több kórházban súlyosan korlátozzák a szülőket, ha bent akarnak maradni gyerekükkel. Az ombudsman ezért felkérte az Emberi Erőforrások miniszterét, hogy részletesen szabályozza a kérdést. Ha egy szülő a kórházi ellátásra szoruló gyermeke mellett bent kíván maradni, akkor ennek a körülményeit és feltételeit minden kórházban egységes szabályoknak kell rögzítenie. Világossá kell tenni azt, hogy a szülői bentartózkodás egy minimális komfortfokozaton önmagában nem lehet ítélkezőköteles. Megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, ahol azt válaszolták, egyetértenek az ombudsmani hivatal megállapításaival, és kezdeményezték a részletes szabályok kidolgozását.